Legelőször is öntsünk tiszta vizet a pohárba. Nem vagyunk vírustagadóak, nem vagyunk oltásellenesek, nem vagyunk és soha nem leszünk részei a balliberális tömbnek, és természetesen azzal, hogy ellenezzük a túlzott lezárásokat, nem akarjuk tízezrek halálát. A Mi Hazánk mozgalom és a balliberális tömb pártjai között áthidalhatatlan világnézeti szakadék tátunk, ez soha nem lesz feloldható. Gyakorlati szempontból sem áll meg ez a vád velünk szemben, hiszen a balliberális tömb épp úgy lezáráspárti, ahogy a kormány. Emlékezzünk csak Karácsony Gergely szavaira, aki úgy fogadta az újabb szigorítások hírét, hogy a lehető legjobb döntést hozta meg a kormány. Arra a felvetésre, hogy felelőtlenek volnánk, emberek életeivel játszanánk, azt kell mondanunk, hogy ez egy demagógiától sem mentes csúsztatás, hazugság, inkább hazugság, kiegészíteném magamat, hiszen nem erről van szó, arról van szó csupán, hogy a Mi Hazánk szerint nem csak a veszélyeztetettek élete számít, hanem a nem veszélyeztetetteké is. Nyilván nem vagyunk szakemberek, nem vagyunk orvosok, hagyatkozzunk is a szakemberek és az orvosok állításaira. A nagy tiszteletnek örvendő Merkeli professzor jelentette ki például, hogy Magyarországon számításai szerint már mintegy 4 millió ember esett át a koronavírus fertőzésen, és hogyha ehhez hozzávesszük, hogy most már jóval több mint 1 millió embert beoltottak, akkor azt kapjuk, hogy ez jóval több, mint az ország fele. Ezért mondja a Mi Hazánk mozgalom azt, és követeli, hogy most már a fokozatos és ésszerű nyitásra kellene fókuszálni, és nem a magyar gazdaság újabb folytogatására. Illetőleg arra hívjuk fel a figyelmet, hogy mi a veszélyeztetett korosztályt és réteget szeretnénk inkább védeni, illetve felhívni a figyelmet arra, hogy most már elérhetőek a vakcinák. Ha önkéntes alapon, és ez fontos, úgy érzi valaki, hogy veszélyt jelent számára ez a vírus, és fel szeretné venni az oltást, akkor viszonylag most már rövid időn belül ezt megteheti, és egyénileg is meg tudja oldani, hogy addig nem megy nagyobb közösségbe. Viszont okkal, joggal merül fel az is nagyon sokakban, és ezt szintén az orvosok mondják ugyebár, hogy a vírus most már itt marad velünk mindig, és az sem bizonyított, hogy a jelenlegi védőoltások meddig nyújtanak védettséget, ezért felmerül a kérdés, hogy most már mindig így lesz, ha jön egy újabb és újabb hullám, akkor újra és újra le kell zárni az országot, amíg be nem adják a védőoltásokat. Ezért látják egyre többen úgy, és a Mi Hazánk mozgalom is, hogy ez már messze nem a vírusról szól, hanem valami egészen másról, ahol folyamatosan csorbítani fogják a szabadságjogainkat. Nyilvánvaló, tudjuk, hogy ezt nem maga Orbán Viktor találja ki, világos, ezt mi is látjuk, hogy ez egy nemzetközi tendencia, amelynek a vége egy nagyon sötét jövőkép lehet, akár egy úgynevezett új világrend is, viszont azt is látjuk, hogy Orbán Viktornak és a magyar kormánynak nincs bátorsága szembeszállni ezzel a világméretű tendenciával, ezzel a világméretű őrülettel szemben, ezért kell a Mi Hazánk mozgalomnak az élére állni ennek a küzdelemnek, és a rendelkezésre álló eszközeinkkel felvenni a küzdelmet ez ellen az őrület ellen, például abban a tekintetben is, hogy nagyon sérti az igazságérzetünket, hogy a hátam mögött látható plakátokkal van tele az ország, hogy újraindítják a gazdaságot, holott ennek éppen az ellenkezője igaz, soha nem látott mélységekbe taszítják, ezért ezzel a felirattal fogjuk ellátni, hogy hazudtunk megint, ezt én most ki is ragasztom erre a plakátra. Egyúttal hívunk mindenkit március 15-én 11 órára a Vigadó téri kaszinó elé, ahol demonstrálni fogunk a magyar jövőért, gyermekeink jövőjéért, Magyarország szuverenitásáért, mert itt most már erről van szó, és higgyük el, hogy nyomásgyakorlás nélkül ennek soha nem lesz vége, ezért van szükség az ellenállásra, mégpedig a magyar ellenállásra.